A következő dolog az lesz, hogy ugye megnyomjuk a Publish gombot, és itt jön az igazi ereje a dolgoknak. Ez az, ahol ahol tényleg mondjuk, hogy a varázslat történik. Az első lop, ö, opció ugye a Conditions, tehát ez a teljesen hétköznapi kondíciókról szól, hol szeretnénk, hogy megjelenjen. A már teljesen jól megszokott, tehát ugye mindenhol az archívumokban, vagy csak egyes oldalakon szeretnénk, hogy megjelenjen. Itt ugye meg tudjuk adni neki és személyre szabni, teljesen az utolsó uh, apró részletig, és tényleg csak ott fog megjelenni. Én most alapból csak a teljes weblapra fogom állítani a bemutató kedvért. Amint a Next gombra vagy a következő gombra kattintunk, akkor jönnek ugye a triggerek, vagy az, hogy mi legyen az, ami megindítja a popapot esetleg. És egy kimondottan jó és profi vagy professional listát kaptunk, amivel fizetős eszközöket is ki tudunk váltani. Az első ilyen opció, ez az on-page load, tehát hogy amikor az oldal betöltődik, azután mennyi idő elteltével jelenjen meg a pop-up, hogyha nincsen semmi más szabály megadva. Esetünkben ugye nulla a kezdőérték, ezt átállítjuk 5 másodpercre, hogy amikor az oldalra érkezik valaki, akkor 5 másodperccel később ugorjon fel magától. A következő az on scroll, tehát amikor valaki görget lefelé vagy felfelé, mert ugye meg lehet adni neki, hogy lefelé vagy felfelé szeretnénk, hogy görgesen, lefelé menet, mondjuk 50%-ra van állítva, tehát amikor az oldal feléhez legörgetett az olvasod, akkor automatikusan jelenjen meg, vagy hogyha felfelé görget, akkor igazából tök mindegy, hogy hol van, amint elkezd felfelé tekerni, azonnal megjelenik a pop-up. Ezt most ki is kapcsolom. A következő az on-scroll-to-element, ez egy um, egy fokkal fejlettebb opció, viszont hihetetlenül uh, pontos uh, interakciónak vagy triggernek számít, ugyanis adhatunk egy uh, egyedi szelektort, és amint ezt a szelektort használjuk mondjuk egy-egy widgetnél az oldalunkon, amint az olvasunk ahhoz a, a widgethez érkezik, vagy ahhoz a tartalomhoz érkezik, nem szeretnénk, hogy bárhol máshol legyen, de Kimondottan csak azoknál a, a, a widgeteknél töltődjön be, ahol ez az egyedi szelektor megvan, akkor ott fog megjelenni. Következő ez az on-click, ez pedig az, hogy hány kattintás után. Most képzeljük el, hogy mondjuk a felhasználónk böngészi át a webshopunkat, és mondjuk 15-20 kattintás után, kicsit megunta már, és akármi legyen, mondjuk, hogyha eléri mondjuk a 10 kattintást, vagy 15 kattintást, akkor kapjon egy pop upot mondjuk egy kicsit motiválni arra, hogy most már jó lenne vásárolni is, és nem csak nézelődni. A következő, ez az After Inactivity, ez ugye a tipikusan ott hagytam a blogbejegyzést, majd elolvasom később, tehát mondjuk 30 másodpercig, hogyha nem történt semmi interakció, akkor jelenjen meg a pop-up, és amikor a kávészünetről visszaérkezik valaki, akkor már ugye a felajánlott lehetőség, vagy akció, vagy bármi más uh, interaktív tartalom, akkor ugye már ott fogja várni. Illetve a legutolsó az, ami nagyon sok ember álma és rémálma, ez pedig az on-page exit intent, tehát amikor valaki próbálja elhagyni ugye az egerével magát a, a tartalom, területet, vagy ugye a böngésző felületét, és szeretném mondjuk a visszafelé gombot megnyomni, vagy egy másik címet elérni, akkor automatikusan ez meg fog jelenni. De ezt kikapcsolva hagyom, csak a példakedvéért. És itt jön a még komolyabb, tehát az előző volt az, hogy mire reagáljon a popapunk, a következő pedig az, hogy milyen feltételek kell. És ez, a, és ez az a része, ami minden marketinges és webshop tulajdonosnak az álma, ugyanis olyan aprólékosan meg tudjuk határozni, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie egy-egy pop a megjelenéséhez, amivel tényleg egy valóban egy teljesen új szintre tudjuk emelni a, a felhasználói élményt az oldalunkon. De ezt már is elmutat vagy megmutatom részletesen. Tehát az első ez a Show After X Page Views. Szóval. Ez az, hogy hány lap megtekintés uh, után jelenjen meg. Tehát az előző példából kiindulva, amikor több terméken átment az illető, és mondjuk 3-4-5 lap uh, betöltés már megtörtént, akkor akkor jelenjen meg. A következő a show, act show after X sessions. Ez az, hogy hány lap, hány látogatás után történjen a pop-up a lehetősége. Tehát, hogyha beállítottunk mondjuk egy visszatérő látogatónak való javaslatot, akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk kettő alkalmat. Tehát mondjuk hétfőn valaki betöltötte az oldalunkat életében először, és talált valami érdekességet, de ott hagyta, bezárta, elment nem tudom, Facebookozni, vagy YouTube-on kiszicás videókat nézni, rendben, két nappal később visszajön, mert emlékezett rá, hogy itt látod valami jót, akkor az már ugye a második session lesz ebben az esetben, tehát a második látogatás. Ebben az esetben neki tudunk adni egy olyan kedvezményt, hogy üdvözöllek újra itt. Az már ugye akkor kicsit hátborzongatóan is hangzik, de üdvözöllek itt, mivel visszatérő vendég vagy szeretnék felajánlani nem tudom, 10% kedvezményt egy, egy telefontokra, most csak mondtam valami rettenetesen rosszat. De ilyen szinten tudjuk ugye szabályozni. A következő ez a show up to X times, ez pedig akkor jó, amikor mondjuk meg akarjuk határozni, hogy tegyük fel, van egy pop-up, amire azt mondjuk, hogy egyszerű alkalom soha többet nem fogod látni, ezt be tudod tartatni a rendszerrel, mert azt mondod neki, hogy mindössze ezt a pop-upot annak az adott illetőnek, Ugye a kukik alapján, uh, uh, alapján határozza be, hogy most ez visszatérő vendége vagy sem. Um, ott van, hogy mindössze egyszer lesz látható ez a pop-up, és soha többet nem fogja látni, tehát nem tudja azt mondani, hogy nem tartottuk be a szavunkat. A következő, ez megint csak, ez inkább a kampányok esetén lesz kimondott a jobb, főleg amikor reklámozol, vagy van valami kollaborációs munka az akkor lesz kimondottan hasznos, ez a when arriving from specific URL, tehát hogy amikor egy specifikus webcímről érkezik az illető, meg lehet adni neki, hogy mutas, nem mutas, illetve ugye regex. Tehát tegyük fel, van egy Facebook kampányod, egy Facebook fizetett reklámod, amit éppen futat, és szeretnéd, hogy mindenki, aki a Facebookról érkezik, az lássa ezt a specifikus pop és akkor tudod megadni, ugye akár egy regex-el, hogy csak a Facebookról érkezők láthassák ezt a pop és senki más nem fogja onnantól fogva látni. A következő a show when arriving from, ez pedig az, hogy csak akkor mutassa, hogyha az adott területről érkezik. Ez lehet ugye a kereső, kereső motorokból, a Search Engines, External és Internal Links. Ugye az External Links az minden, ami az oldalon kívüli linkekről érkezik, tehát bárhonnan, bárhonnan, ami nem az oldaladon van. És az Internal Links az pedig az, hogy csak azoknak, akik az oldaladon böngésznek, hogy a különböző tartalmak között kattintanak jobbra-balra, akkor nekik ugorjon fel, esetleg a többi szabálynak megfelelő módon. A következő a Hide from Logged in Users, ez akkor jó, amikor mondjuk van egy tagsági oldalad, vagy bármi hasonló, esetleg vannak visszatérő vevőid a webshopodban, és nem szeretnéd nyaggatni a már bejelentkezett felhasználókat azzal, hogy ilyen meg olyan kedvezmény, hiszen már amúgy is vagy tagja annak a klubnak, vagy már ugye vevő, tehát ott van, és ez ugye situáció függő lényegében, de ezt megtehetjük, hogy elrejtjük ugye minden felhasználó elől, vagy adunk neki egy egyedi lehetőséget, és csak bizonyos felhasználói köröktől vonjuk meg a lehetőséget, hogy ezeket a pop lássa. Tehát nagyon sok érdekességet lehet ezzel csinálni. Ugyanúgy ez használható a tagok érdekében, vagy a tagok nélkülözésére is egyaránt. Illetve az utolsó, ez a show on devices, tehát hogy milyen eszközökön szeretnénk, hogy a pop up -ok megjelenjenek. Itt van ugye, hogy az asztali, tablet vagy mobil méretben. Attól függ, hogy milyen típusú felugró ablakot hoztunk létre. Annak megfelelően lehet szabályozni, hogy mondjuk nem szeretnénk, hogyha a mobil felhasználókat zargatnánk egy-egy típusú pop-uppal, ami esetleg kellemetlen felhasználói élményt okozna és nem szeretnénk, hogy ezzel mondjuk legyen, ha eljesszük az illetőt, ahelyett, hogy mondjuk tovább maradna, és inkább csak bezárja az ablakot. Nos, amint ez ugye készen van, adunk neki egy publikációs lehetőséget, és amint megnézünk egy példa oldalt, 5 másodpercen belül kellene, hogy megjelenjen, és három másodperccel később a kis picike X gomnak is, és meg is jelent. Tehát ilyen egyszerű, illetve, mint látod, kattintok az overlay-re minden felé, csak a, a csöndös miatt. Semmi, egyszerűen nem engedi, csak hogyha rákattintok a kis picike X-re, és ennyi volt a dolog. Így, hogy a pop pop-upok része is le van tudva, igazániból minden olyan egyedi. Elementor és Elementor Pro alap dolgon végigmentünk, amire szükséged van ahhoz, hogy egy saját oldalt is elindíts, vagy szeretnél elkezdeni szerkeszteni. Um, maga a sablonok részét ezzel ugye bezártuk, létrehoztuk a különböző aloldalakat, a 404-es oldalt és így tovább. Főoldalt mindössze azért nem építettünk, mert a főoldal az egy teljesen dinamikus kérdés, mindenkinek egyéni az ízlése, és hogy hogyan szeretné azokat látni. Ha a Katka, Katka Template pakból használnál esetleg valamit, az egy hatalmas, remek kiindulópont, vagy ha bármelyik másikat a már beépített sablonok közül.